Szeretettel köszöntöm három nagyon régi futballistánkat, akik 1966. november 13-án Budapesten játszottak Szabadföld kupába. Szeretettel köszöntöm Korom Ernőt, Farkas Bélát, Sánta Imrét, alias Macát. Beszélgetésünk témája mai napon, hogy jutottatok el a Szentélybe, Budapestre, a Népstadionba. Ernő. Ez szó szerint Szentély, mert a Népstadionba játszhattunk, és elmondhatjuk azt, mi hárman, de még többen, mert 9-en vagyunk még az élők sorába, most akik ezt elmondhatjuk, hogy a Szentélybe utunk a Népstadionba. Igen, mondtátok, hogy 18-an voltatok csapattagok. Igen. 18-ban már csak 9-en éltek. Igen. 9-en elmentek. Az örök pályán nézik a mai mérkőzéseket. Gondoljunk rájuk is szeretettel, és meséljetek az 1966-ot megelőző és utána eseményekről. Hát, ha nem is nézik, úgy lett már fociznak is. Két kapus, aki véd, Mennyhárt Imre, Németh János, akik ott vannak már fönt. Akik fociznak, Berecki Mihály, Egér, Gedai Lajos, Széchenyi József, Gólya, Versegi Huszka János, Korom Mihály, Ács András, Gudi és Tóth Sándor, Pocok. Ők vannak 9, akik már fönt vannak. Akik vagyunk még itt lent, Kocka Gábor, Pálinkó Ferenc, Rideg Mihály, Tatár István, Csehó Sándor, Pap István, Círmos, ő volt a csapatkapitányunk, Sánta Imre Macza, Déla és én. Így voltunk 18-an. Akkor beszélgessünk a szép dolgokról, ami akkor történt. Hogy kezdődött, milyen meccseket játszottatok ez előtte? Akkor volt, hogy 64-ben fölkerültünk a megyes osztályba, 65-ben kiestünk. 66-ban, mint járási csapat indultunk a Szabadföld kupa sorozatba, ahol indult 2280 csapat. Plusz a 16 NB1-es, akit utólag sorsoltak ki, mert a 32 között adtunk. És ez úgy kezdődött, hogy Csanytelek Mindszent 0-3 nyertünk, Mindszent egyébként mindig nyertünk, Mindszent Vásári Honvéd 2-0, Mindszent Szentesi Kinizsi 3-1, Mindszent Szentesi Vízmű 2-0, Mindszent Szeged Alsóváros 2-0, Mindszent Szolnoki Vegyi Művek 2-0, és itt a nagy dobás, Mindszent Szolnoki MTE, akkor MB2-es csapat volt, mi 4 osztályi járásiak voltunk, és megvettük őket 3-1-re. Itt az egy picit még elmondom, hogy elmentünk megnézni a Szolnoki MTE-t, Szarvason játszottak. És akkor úgy mentünk el, hogy a TS-nek már akkor volt, Tiszorák TS-nek, a Mercedes-e. Az Gudi, hát nem volt, hogy a mély növési volt, mint Maca körében, még egy kisebb volt nála is. Csomagtartó vittük el, mert Feri bácsi Pálinka azt mondta, hogy aki csak befér. Így befértünk, hát ő így, tehát mondjuk nem fogja, és megnéztük őket. És akkor ott nyertek 2-0 szorosan, mitől megvehetük őket utána szerdán 3-1-re. És akkor, igen. És hát itt már a legjobb 32 közé jutottunk. Jött a Mezőhegyes, következő mérkőzés, kikaptunk. Volt hátra 8-10 perc, 1-0-ra. Olyan, hogy mondjuk én rúgtam két kapufát, sokkal jobban játszottunk. Nem volt szerencsénk sem. De olyan szerencsétlen volt kaptunk, hogy menjünk, ha nem a legjobb volt, szerintem ő volt a csapat egyik legjobbja. Az egész sorozatban. Az egyik legjobb, biztos, hogy volt. De olyan potyagolt kaptunk, hogy a felső kapuba is megkész. Kikaptunk 1-0-ra, és jött volna a Vasas. Ha X-öt legalább játszunk, mert alacsonyabb osztályú csapat, akkor kérem szépen, mi hozzánk jön a Vasas. Kikaptunk 1-0-ra, és jöttek volna Mészőjék ide, Mindszentre. Bajnok csapat. Akkor bajnok akkor. Csapat. Na szóval ez így volt, és akkor tehát itt, ugye itt már itt megnyertük a kupát, alacsonyabb osztály csapatot, és akkor már döntőt a Diósdára játszott, azt 1-0-ra nyertük meg Maca, hogy ezt Maca góljával, amit mi nem láttunk, mert bent voltunk az öltözőben, mert ugye második játszottunk csak, ahol már 50 000 néző volt kint.
a Hunab Fradi meg a Csepertnőt 4-1-et. Tehát ez volt ennek a sorozatnak a... előzménye. Meg a vége is. Hát kísértek bennünket. Igen. Jó páron. Jó páron. Voltak szurkolóink. Ott is. Ott is. Mert itt is volt, amikor 2000 néző volt kint a Szolnok MTL-en például. Hát elsoroltátok, hogy milyen csapatokkal játszottatok. Nem. Mondjátok el, hogy azért itthon milyen, hogy folytak az edzések, ki volt az edző, Béla? Hát én, mint a legfiatalabb játékos, mert itt, ahogy nézegetem a képeket is, szinte én voltam akkor a legfiatalabb. Mint Pap István, csapatkapitány, 28, hát legfiatalabb Farkas Béla, 17 éves voltam, itt ahogy látom a papíron. Hát ez így is volt. Én Básáren voltam akkor inas, előtte Makorról kerültem haza 66-ban, ott voltam inas. Ott jártam iskolába, azt 66-ban haza kerültem, bekerültem az egy első csapatba, és nagyon jó kis közösség jött, nagyon szerettem a játékosokkal, és a Feri bácsi, Tóth Feri bácsi volt az edzőnk, mint tanár, hát az még diákkoromban is nagyon szerettem Feri bácsit, úgyhogy az minden jóra, amit csak a futball által tudott, belénk nevelte, úgyhogy... Nem vagy egyedül. És még a mai napig is nagyon szeretek futballozni, szeretnék, de hát már mivel nem lehet, de... Hogy nagy minden edzésen, végül is a csapatunk a TS, a csapatát, Tiszavirág csapatához, ő szponzorálta a csapatot, a Pálinka Feri bácsi volt a elnök is, mint a sportköri elnök is, és ő mindent megadott a játékosoknak. Munkaidő kedvezményünk volt, ilyen nagyobb a pupa meccsek előtti, nagyobb meccsek előtt a csapatunk sose dolgozott, minden a pályán edzettünk délelőtt, délután, úgyhogy nagyon, nagyon jó erőben volt a csapatunk, és nagyon fölkészültek voltunk, és ez meghozta a gyümölcsét, hogy eljutottunk oda, ahova Vincent játékos, nem sokan tudják ezt produkálni. Imre Maca, nagyon sok gól fűződik a nevedhez. Akadt elég sok. Hát kétségtelen volt a legemlékezetesebb stadionba. Jártam már 54-ben névstadionba, világcsúcsot láttam. 54-ben, 60-ban 2-0-ás magyar győzelemmel a magyar angolt, és sokfele voltam fönt, de amikor a játékos hiányból kigyűjtünk, vasajtó úgy kinyílt, olyan kicsinek éreztem magam, mint Daumucsa vagyok éppen, csodár, de nagyon picinek éreztem magam. Hát az volt fölnézni, a pilonok 36 méter magasak, mint a templomtorony. Olyan magas pillanatok, azt onnan is néztem meccseket, meg eseményeket, de lentű fölnézni, nagyon furcsa volt. Pici létedre gondolom én, hogy a gyorsaság is számított nálad, hogy azért nagyon ki tudtad játszani, egy kicsikét nagyobbakat magadtól. Hát jellemző rá, hogy többször edzésen rövidebb sprint, hosszabb, még hosszabb, a rövid sprinté élőn voltam. Már a félpályáig már ott csak indultak még, a egész pályás sprint volt ott már, ott lekártuk. Az robbanékony voltam, az a pár méter, de annyi sokszor elég volt. Eljutottunk 66-hoz. Eljutottatok a Szent Éjbe, a Szabadföld kupához. Hogy is jutottatok oda? Mi is volt vonat, igen. Nézőközönség? Igaz. Hát úgy volt, hogy biztos volt, hogy a kupát mi nyerjük, meg a döntőt is játszok a stadionban. A Fradi beleegyezett abba, hogy játszhatunk előmeccset a Fradi Csepel előtt. Ívit elengedték. És akkor nem máshova tötték el, és akkor mi játszhattunk a stadionban. És akkor egy nagyon rossz idő, és akkor igen, hát az, hogy rengeteg jelentkezett a szurkolók közül, hogy 1000 jegyet igényült, Molnár Pista bácsi volt akkor épp a sportkör elnöke, 1000 jegyet igényültünk, de hát külön vonat nem volt annyi szerelmény, mert kettőt tudott volna indítani. Ezt csak 500-an fértek, tehát 500-an jöttek velünk. 500-an jöttek mindent. De a másik 500-an nem jutott jegy. Pontosan jegy jutott volna, csak nem volt, hogy jöjjelek fel. Hát, ugye
annyi, a MÁV-nak nem volt annyi szabad vagonja. Na, és akkor fölmentünk, egy nagyon ködös, nyárkás, nagyon rossz idő volt. És akkor most elmondhatom azt, amikor megérkeztünk a Szentélybe, egy kis mentünk be, úgy fogadtak bennünket, mint hogyha mit a Real Madrid ment volna, vagy a Fradi épp akkor ért volna oda. Jöttek ott a hölgyek, és akkor fogadtak bennünket, és akkor tessék, így terelgettek, és akkor ezt a poént csak elmondom, Ács Bandi, Gudi. Még kint vagyunk, tehát elején már halad befele, Gudi még ott áll, és akkor leti a cipőit lefelé, de még kint. És akkor mondja neki a hölgy, hogy mit, tessék, ilyen szép vastag, ilyen szőnyegot nem is láttunk életünkben, olyan szép vastag szőnyegöt, amikor mentünk befele. Az őbe. Igen, és akkor hát ő nem lép rá cipőstől erre, hát otthon rongy, poklózból volt szőnyeg, szinte mindnyájunknál, arra nem léptünk rá. És lévetötte, és hiába mondták neki, kézbe vitte be a cipőjét. És úgy jut föl Szoktiba. Ő nem lép rá ebbe az időben, mert a cipő talpa egy kicsit olyan vizes volt, ő erre nem lép rá. És fölmentünk, és még az, és utána majd mondjuk Béla tovább, hogy ki volt érve, hogy egyes öltöző Ferencváros, kettes Csepel, háromos Mincen. Ezt kívánom én minden mincendi futballistának, hogy egyszer oda menjenek és lögyünk ki, hogy a háromas öltöző az a Mincen csata. Úgy látom, az élmények azok nem nagyon haloványodnak. Akkor folytassad, Béla. Megmutatták, hogy az öltözőnket bementünk, lepakoltuk vagy a cuccainkat. Meg az ajándékot is. És akkor az ajándékot is, mert közben vittünk ajándékot is, már a TS által almát, mivel akkor a TS-nek voltak almás kertjei, és akkor mindenki, minden játékos külön kis ládába megajándékozta a Fradi játékosait. De hát ez egy hatalmas élmény volt, és nagyon jó szívvel fogadtak bennünket. A meccs menete milyen volt? Mennyi szurkoló látott akkor benneteket? 1000 néző volt kint a kezdéskor. Nálunk 500, a Diósból is voltak ott jócskán, meg azért már volt, aki pestiek közül is együtt, tehát 1000, hát újság is 1000 nézőt. Igen, írja. Hogy annyi a kezdéskor. Végén már 50 000 voltak, ez biztos igaz, amikor Szepesi, ugye... Szűcs volt. Szűcs, igen, megdicsértem Menyust, meg, na mindegy. És akkor ennyien voltak, de talán még annyi hozzá tartozik, hogy tehát úgy volt, hogy Feri bácsi megmondta, hogy mindenkinek játszani kell. Tehát nem a kezdő csapat, aki, ugye, elmondhatom, de tehát mindenki játszani. Nem volt köztünk olyan, hogy tartalék. Mi egy csapat voltunk, mindjárt. De itt ez a képen rajtamnak, akik melegítő van, azok nem játszottak az első fél időben. Mert hogy mindenki játszon, és igaza volt. Igen, végül is. Elég a vezetők nem nagyon értettek ezzel egyet. Végül is az első fél időben játszott tartalékosan a csapat, a második fél időben állt a kezdő csapatunk végül is, de a gól az első fél időben esett, végül is a tartalékos csapat. És mi még nem is láttuk, nem, de az öltözőben voltunk bent. Igen. Csak mi jöttünk ki valami, hogy Ács gólszerző az órára. Hát épp azért. De mondják, hogy macarukta. Hát akkor mi az Isten, nem tudják, hogy macar. Igen, mögölött adni az összeállítást meccs előtt, és megadták, előre, Feri bácsi, hogy tehát a kezdőcsapat, ami egyébként úgy szokott lenni, de nem azok játszottak, hanem 5 kivételi, tehát a tartalékok álltak föl, és akkor, na mindegy. Ács nem is játszott, itt fekszik még melegítőbe ő is, azt ő rúgta a gólt. Az volt, igen, és ez azóta is vállalja a maca, mert nem az ő neve került fel a nagy táblára. Na de én láttam olyan újságcikket, amelyikben már az ő neve hát volt, igen, benne. Igen, az persze. Hogy eredetileg a tízesse Ás játszott volna, Bandi. Igen. És én változtattam, azt én kaptam a tízest. Városszerkötőt, hát ugye a fönt azok azt látták, hogy a tízes rúgta volt. De az összeállítás, a kiírás ott van, hogy tehát a kezdőcsapat volt kiírva, nem a tartalékokkal. Nem. Hát igen, a szám szerinti kiírás. És akkor hogy esett a gólod? Hát, ezt meséld el. Össze-vissza passzolgattunk. Jó darabig volt Ám Balázs, nem kicsi. És
Hát Körök elnök felsős indított egy labdát, pocoknak kiadtam, elhúzott a bal szélön, és szokás nem íven, nem pontosan, belőtte a labdát, és egyik hátvéd, amit kifejeltem, jó, mellé lévődtem, az ötös sarkán lehettem, az bal alsó sarkba rögtön be, hál' Istennek. Kicsi településünknek egy gyönyörű emlék maradt, főleg nektek, hogy hogy is jutottatok tovább, milyen mérkőzésre, ami ez a meccs, amin voltatok, eredményezett? Hát azért fociztunk tovább. Tehát mindenki. Sárdi Feri bátyánk javaslatára, vagy egyes létezett a nemzetközi első találkozó. Igen, következő. Június 18-ig az előbb néztem, és július 18. Itthon játszottunk velük, ez volt az első ilyen két ország között nemzetközi mérkőzés. És akkor itthon megvertük őket 5-1-re, ezt kimentünk, tehát jó vendéglátók voltunk, megtanultuk a kokszolást is, hogy hogy működik, utána megtanultak bennünket, és utána, mikor kimentünk, ott meg 5-2-re vertük őket, azért engedtünk nekik még egy gólt, hogy lőjenek. Na mindegy, szóval mi fiatalabbak voltunk. Tehát jóval, akkor hol történt ez a meccs? Azt is mondjátok el. Erre akartam kitérni, hogy hol is volt ez a meccs. És tehát akkor jól meg volt alapozva a hírnevetök, országos hírnevetök. Meg azt, mikor kimentél, és akkor nézed, hogy Madarszkó kiírva. És még az, hogy ugye zászlók fönt és himnuszt hallottunk. Magyar himnuszt is. Élő zenekarral. Címeres mezbe, hát a mincenti címeres mezünkbe hallgattuk a himnuszt. Nem volt akármi. Környékbeli településükön. Drága fiú, családi háttér, segítség. Ez hogy ment nálatok? Mert hallottam, hogy nagyon családias légkör volt a csapattagok között, akik játszottatok. Nagyon családias volt a légkör, hogy összejártatok, és a feleségek is nagyon aktívan részt vettek mellettetök. Így van, pontosan. Hát igen, ez abban az időben nagyon divat volt, jó, nagy összetartás volt a játékosok közt, már úgy a pályán is, úgy, mint a magánéletben is. Meg azóta is próbáljuk azért kisebb akadályokkal azért, hogy találkozunk néha. De abban az időben nagyon, ha bármilyen megmozdulás volt valamelyik játékoson, akár házépítés, akár valami más munkája révén, nem tudott edzésre, vagy valami, akkor próbáltunk mi is azért segíteni neki, mint annak idején Tóth Sándor is Pocok épített a házat. A csapat összefogott, elmentünk hozzá falazni, vagy elmentünk hozzá cserepelni. Hát az egy segíteni? Becserepeltünk? Hát becserepeltünk, hát játékosok se perc. Hát Laci Kürdös azt mondta, hogy az edzés oda futás. Lehet, hogy többbe került abban az időben Pocoknak ez a akció, de hát az... Ez jó, élmény számba mentek az ilyen. Tehát jó volt a háttér nagyon ahhoz, jó, hogy jól tudjatok játszani. Nagyon jó volt a maga, a szponzorok is, a TS úgy állt hozzá a csapathoz, a játékosokhoz, egyénileg is, csapatban is úgy, hogy bármit kért az ember, nagyon szívesen támogatták és mindent megadtak. Mit üzentök a mai futballistáknak? Először is milyen möglántásotok van a mai futballon? És mit üzentök a mai focistáknak? Én a mai fiataloknak üzenném azt, hogy jó levegő van lent itt a pályán. Csodálatos. Kapnak szerelést. Kimossák a szerelésüket. Nem fontos mindig a számítógép mellett ülni, vagy éppen tévézni. Mozogni kell. Amikor arról van szó, hogy egy kicsit túlsúlyosak vagyunk, fiatalok, hát mondjuk én nem annyira, de mondjuk én nagyon, de igen, de a fiatalokra is azt mondják, hogy lassan ez a sajnos, többet kell mocorogni, meg játszani. Egyébként a mai fiataloknál, hát mocorgóknál, ha elkezdjük, hát ugye Gyormati Miska bátyánk ezt elkezdte, és nagyon prémán működik. Nagyon sok.
fiatalság. Van, amikor százan vannak lent fiatalok edzésen. Hát, hogyha ez arra összekívül. Utánpótlás neves. Így van, pontosan. Hát igen, csak családba valahol utánpótlás. Hát én nekem Ernő fiam az focizott, amelyik még nem sérült, és Oli, unokám, Oli vér, bizony a bocorgókban nyomja. Hát, Béla nálatok? Nálam, én abban az időben nagyon szerettem volna, két fiam született, hogy mind a kettő fotballozzon. Én mindig úgy szerettem volna, hogy én még akkor játszok, mikor ők fölnőnek, és mind a kettő, majd együtt fogunk velük játszani egy pályán, de hát nem sikerült. A Norbert, a nagyobbik fiam, az szereti nagyon a labdarúgást. Végül is ő most a sportkör labdarúgóknak a sportköri elnöke, Norbert, de hát így hozta a sors. De ez egy kapcsolatban maradt a labdarúgással. Én abba hagytam a fotballt, én utána nagyon sokáig nem igazán látogattam. Maca, nálatok? Hát én el vagyok ezelődve nagyon. Három fiam van, három fiú unokám. Nem ezért vagy elkeseredve? Nem azért, de egyik se focizik. Azért vagy elkeseredve, hogy egyik se focizik. Mikor született fiú, mindig ott majd. Mit kívántok a mai focistáknak? Ezután a mostani vasárnapi eredmény után, aminek nagyon örültünk. Nagyon örültünk a mostani eredménynek, tehát mit kívántok? Én egy picit csak elmondom még azt, hogy a múltkor nagymágocsán a mérkőzésen azért belenyúltak a játékvezetők, én szerintem. Úgy látom. Most nem. Jó játszottak a srácok. Azt kívánom nekik, hogy amit mondtam már, hogy a háromas számú öltöző ajtóra tessék szeres kínálni, hogy Mincent érkezett a NÉV stadionba. Pontosabban már most ugye Puskás ellen stadion. Kicsit több szíve játszanak. Akarjanak focizni, szeressenek futballozni. Szeressenek futballozni, és mint valamikor. Mert akkor a szurkolók. És legyen legalább akkora összetartás közöttük, mint ti közöttetek. Igen, és főleg, ne csak a futballpályán, hát, hanem utána a fehér asztal mellett. Mert egy csapatban, ha van valaki, akkor kérem szépen, az egy életre szóló olyan dolog, hogy szeretjük egymást, kérdezni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ezen a kis rövid beszélgetésem, és kívánok nektek nagyon jó egészséget, és járjatok le még mindig a mérkőzésre, drukkoljatok a mostaniaknak, hátha vélet a szelleme, a 66-os szellem eljut odáig, hogy egy nagyon szép győzelmet ki fognak hozni a mincentiek, amit tiszta szívünkből kívánunk.